Köszöntöm a Pécsi Körnézőit, kiállítás, koncertek és előadás. Ezekkel a témákkal várom Önöket mai adásunkban. Tartsanak velünk! A Baranya Kincsei program keretében a megye épített és természeti értékeivel ismerkedhettek meg a villányi iskolások. Mindezt egy virtuális kiállítás keretében úgynevezett VR szemüveg segítségével. A jövőben 20 baranyai településen közel 2000 iskolás ismerkedhet meg ilyen módon a Baranya megyei értéktárban szereplő értékekkel, kincsekkel. Míg korábban csak virtuális játékra, szimulátorokban használták a VR szemüveget, mint ahogy itt is látható volt, most már az oktatást is segítheti ez a speciális látóeszköz, amelyet a Baranya Kincsei program keretében most a Villányi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolában alkalmaztak. Mindez a megye értékeinek megismertetése céljából történt, a gyerekeknek pedig igencsak nagy élményben volt részük. Nagyon tetszett az Orfői tó, akkor ugye már voltam Harkányban is, de az is még mindig nagyon jó volt. Hát Bikar is jó volt, úgy mindegyik nagyon tetszett. Voltunk Bikalon, ilyen érdekességeket mutattak be. A Siklósi várnál voltunk, ahol nagyon sok ilyen régi dolog volt, nagyon tetszett. És a Orfői tó is, az is nagyon tetszett. Igazából minden nagyon tetszett, nagyon jók voltak. Szerintem nagyon jó volt, azt tetszett, hogy tudtam beleforogni. Meg volt a vár, az jó volt, a Siklósi vár, az tetszett. Akkor voltunk egy ilyen tónál, ahol volt egy ilyen naplemente, az is tetszett. És még voltunk abba a barlangba, Csepkő barlangba, és az is jó volt, és nagyjából minden jó volt benne. Nyáron már részt vettek az iskolások egy hasonló VR szemüveges programon. Komplett oktatási lehetőség kínálkozik ennek segítségével. Most az alsó tagozatosok próbálják ki ezeket a virtuális szemüvegeket. Nyilván ez most egy pályázati lehetőség, amivel élni tudunk. Nagyon sok gyerek most életében először próbál ki ilyen eszközöket. Talán lehet is valamelyest hallani itt a háttérben, hogy milyen nagy élményt jelent ez számukra. Az, hogy a jövőben is lesz ilyenre lehetőségünk, azt nem tudom, de nagyon örülnék neki, hogyha lenne. A Baranya megyei önkormányzat azzal a céllal indította el ezt a virtuális térben megjelenő baranyai értékeket bemutató kiállítását, hogy a Baranya megye különböző településein élő gyerekek már ilyen fiatal korukban tisztában legyenek azzal, hogy Baranya az valóban egy kincses baranya. Egy olyan kiállítást állítottunk össze, amelynek keretében Baranya megye 20 talán legismertebb, legnevezetesebb értékét mutatjuk be egy virtuális térben, egy úgynevezett VR, egy virtuális szemüvegen keresztül a diákoknak. Az idei évben több mint 20 helyszínre el fogjuk vinni a kiállítást, és legalább 2000 gyermek fogja látni. A Baranya Kincsei program keretében a megye épített és természeti értékeit láthatják a jövőben is a Baranya megyei iskolások. Az volt a célunk, hogy az értékek közé bekerüljenek Baranya megye épített örökségi értékei, ma már a hungarikumok körét gazdagító, gyönyörű zsolnai kulturális negyed, épp úgy, mint a váraink, a Szigetvári vár, a Siklósi vár, vagy éppen a Szászvári vár, de miután Baranya megye természeti értékekben is kiemelkedően gazdag, így természetesen a Mecsek-hegység legszebb értékei is helyet kaptak a kiállításba, úgy, mint az Orfői tó, az Abaligeti Csepkőbarrang, vagy éppen a közelmúltban a Zengő csúcsán átadott új kilátó. A VR szemüvegeken keresztül nem csak a kilátót tekinthetik meg a gyerekek, hanem egy virtuális sétát is tehetnek a kilátó csúcsán. Egyébként nagyobb településeken és kisebb településeken egyaránt meg fog jelenni ez a kiállítás a Szigetvári, a Mohácsi és a Pécsi tankerület iskoláiba,
az a tervünk, hogy következő tavasszal tovább folytatjuk, természetesen be fogjuk gyűjteni a tapasztalatokat és a visszajelzéseket. Eddig azt látom, hogy minden gyerek nagyon élvezte ezt a fajta bemutatót, és egy kicsit színesíteni tudtuk az iskolai mindennapos oktatási tevékenységet. A villányi iskolások alsósai egész délelőtt élvezhették, tanulmányozhatták a VR szemüveggel a baranyai értékeket bemutató virtuális kiállítás értékeit. A Kovalszky meg a Vega zenekar 20 éves jubileumát ünnepli jövőre. Szinte egész évben turnéznak, ennek köszönhetően Pécsre is ellátogattak. A Zsolnai Kulturális Negyed E78-as koncerttermében élvezhették a hangversenyt az érdeklődők. A zenekar 20 éve már, hogy részese annak a zsiványpopnak, amelyet képviselnek. Ezen a zenei úton szeretett közönségük is végigkísérte őket. Sikerük egyik fő titka a dalszövegeikben rejlik, amelyek mondandójában a közérthetőség és egyben a tanúság is benne van. A szövegek a fülbe mászó dalamokkal kiegészülve alkotnak kerek egészet, s így hamar a közönség kedvenceivé válnak. A Kovalszky meg a Vega pár hónap múlva 20 éves. Szórád Jimmy Csabával, a formáció basszusgitárosával beszélgettünk. Elmondta, hogy február óta turnéznak, és most egy 4 hetes szünet után vannak éppen. Pécs is fontos állomás számukra. A nyári turné általában ilyen október közepén ér véget, hála jó Istennek addig játszott a zenekar intenzíven, és most még egy ilyen 6-7 buli van ebbe az évbe. Igazából a felkészülési időszak zajlik már nekünk, mondjuk azt úgy, hogy ez a pár koncert a levezető buli, lemez készítünk, és hát ami nagyon fontos, 20 éves jövőre a zenekar, úgyhogy a február 18-ai Budapest Arénára készülünk a koncertek mellett. Úgyhogy ez már majdnem, hogy azt mondanám, milyen jutalomjáték ez a pár koncert, mert utána azért kimarad vagy 2 hónap, és akkor így az arénát már nagyon várni fogjuk. Hát Zürichben lesz majd egy ilyen bejátszó bulink kint Svájcban, úgyhogy az is izgalmas, ott már egyszer voltunk játszani, rengeteg magyar van kint, úgyhogy az is jó bul lesz, és akkor azután való héten február 18 Aréna. Az új lemezükön mindenféle műfaj fellelhető, mint általában a korábbiakon. A 20 éves nagybuli megünneplése miatt a lemezkiadás összetolódik. Úgyhogy hál' Istennek tudom még rajta dolgozni, van is mit csinálni. A stílusról, hát én mindig azt szoktam mondani, vagy egyszer azt a jelzőt aggatták ránk, a zsiványpop, amit mi művelünk. Igazából ebbe így minden belefér. Úgyhogy majd még meglátjuk, hogy lesz keményebb zene, lesz olyan azok a tipikus vegadalok, de szerintem Kovasz szövegét, hogy teljesen mindegy, hogy milyen zenét csinálunk, az új Kovasz, mint a vegás lesz. Sok zenekari tag volt részese a Kovalszky meg a Vegának. Az első 10 évük alatt nagy volt a fluktuáció, jöttek-mentek a zenészek, azóta megállapodtak, stabil a banda. Kovával legrégebb óta én vagyok a zenekarban, én 2005-ben kerültem a zenekarba bele, és utána volt egy erős menésünk, és 2010-11-ben volt egy szétválásunk. Különböző okok miatt, de nem is az ott a lényeg, inkább az, hogy meg tudtuk beszélni az emberi problémákat, és úgy döntöttünk 12-ben, hogy akkor tegyük rendbe ezt a zenekart, és kezdjünk el komolyan dolgozni, és hát akkor jött nekünk az átütő siker, az Amilyen hülye vagy című dal, tehát hogy nekünk tulajdonképpen a mainstream világban, hogyha lehet ezt a szót használni, az volt a belépőnk, az előszobában mondjuk azzal léptünk be a nappaliba, és azt gondolom, hogy azóta úgy stabil a zenekar, egy vagy két tag távozott, a
Socinak a testvére, Vajda Tomi egészségügyi okok miatt nem tudta várni tovább velünk a koncertezést, a Szebédani pedig más zenei világban akar elkezdeni működni, ahogy már sokan tudják, működik is, világot is akar látni, tehát hogy ő valójában ezt a fajta kötöttséget nem tudta vállalni, de például Pulisz Tomi valaki helyette érkezett hozzánk, aminek nagyon örülünk, vannak olyan bulik, hogy egymást váltják, tehát nyáron is volt azt hiszem egy-két olyan koncert, amikor Danika jött és együtt tudtunk vele zenélni. Egyébként a zenekar rendben van, egyben van, a stáb, arra vagyunk, azokra vagyunk nagyon büszkék, mert ott aztán nagyon ritkán cserélődnek. Tehát, hogy mi 24-25-en járjuk az országot, és az egy nagyon jó megnyugvás nekünk, hogy ugyanazok az emberek vannak velünk, mert nélkülük ez nem is működne. A hazai fesztiválok állandó fellépői, de találkozhattunk velük kis klubkoncerteken, vagy akár az ország legnagyobb koncerthelyszínein is. Fellépéseiket hatalmas érdeklődés övezi, határon innen és túl is, mint ahogy legutóbb Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as koncerttermében megtartott előadásukat, amely fergeteges sikert aratott. A Metronome Jazz Club legutóbbi koncertjén a Coltrane Legacy lépett fel. A jazz formáció a híres szaxofonos emlékét őrizve és tovább víve szeretné átadni a közönségnek a jazz muzsika eszenciáját. Lemezbemutató koncerteket tartottak az országban, melyből az utolsót itt Pécsett az E78-asban hallhatta a közönség. A Coltrane Legacy Jazz formációt Orbán György Magyarország egyik legjobbjának tartott bőgőse hívta életre, azzal a céllal, hogy az amerikai legenda John Coltrane szaxofonos örökségét vigyék tovább. Ezért kizárólag Coltrane művekből álló repertoárt játszó zenekart hozott létre. Ő inspirált legalábbis engem gyerekkoromban, és gyakorlatilag mindenkit, aki jazzzenészett a világon, vagy Amerikában, vagy Európában, a legnagyobb inspirált zenekar volt, ami mai napig befolyásolja az új generációt, és minden nációból. A kompozíciók a Coltrane hagyományokon elindulva, azokat tovább gondolva magukban hordozzák napjaink absztrakt szellemiségét és eszköztárát. Ezzel folytatják a spirituális jazz hagyományt, de vajon hogyan is? Szerintem úgy, hogy a saját, amit éppen, ami bennünk van, a saját egyéniségünket hozzárakjuk, és azzal úgy közösen kialakul megint egy sajátos zene, vagy igazán amit hozzáteszünk, azzal lesz sokkal egészebb. A sajátunkat hozzáteszünk, és így lesz több, mint az eredeti. Így lesz más igazából.
A hangszerelés mindig új, valamennyi számot ők hangszerelik. Az előző lemezt Olá Krisztián zongorista hangszerelte. Azt gondolom, hogy ezeket a számokat nem lehet kétszer ugyanúgy eljátszani, és nincs két olyan jazzzenész a világon, aki ugyanúgy nyúlna hozzájuk, így visszavágva az előző kérdéshez, és ez szorosan összekapcsolódik a hangszereléssel, mert azt gondolom, hogy ugye a Coltrane Quartet az eredetileg egy szaxofon bőgő dob felállás volt, amihez csatlakozott később további szaxofon, illetve más hangszerek is. Itt most egy sextetről van szó, tehát hogy három szaxofon játsza a Coltrane témákat, amitől szintén egy új fajta megközelítésbe kerülnek a számok. A zongora szerepe az szerintem megmaradt a McCoy Tyneri szerepben. Ugye ebben a stílusban azt hiszem, hogy az egy hatalmas origó, meg egy zsinórmérték, ahogy ő kezelte a zongorát, és én is ebből inspirálódva, természetesen hozzátéve a saját zenei világomat, működök itt ebben a formációban. Saját számokat is írnak már. A Gyurinak rákerült egy saját szerzeménye az első albumunkra, a Nairobi, ami az album címe is egyben, illetve én is komponáltam egy számot, szóval elkezdtünk most már saját számokat is írni, amik ebből a zenei világból táplálkoznak, de az abszolút a saját zenei nyelvünkön és mai kontextusban működnek. Lemezbemutató koncerteket tartottak az országban. 10 előadásból álló sorozatuk 10. helyszínén voltak Pécsen az E78-asban. Játszottunk Szegedi Jazz Fesztiválon, Kapolcson, Veszprémben, szóval nagyon sok érdeklődő volt, aki szerette volna, hogy az új lemez bemutatása legyen. Szóval gyakorlatilag nagyon sok érdeklődés van a jövő évre is. Most azonban tekintsünk bele egy kicsit a hangszeres múltjukba, hangszerválasztásukba. Én klasszikus gitárra kezdtem 6 éves koromtól, gitároztam 18 éves koromig, de mindig a nagy bőgő volt a kedvencem, és mindig csak is a bőgőre a zenekart hallgattam, bármilyen műfajban, mindig a basszusra figyeltem, vagy bőgőre, vagy bassgitára, vagy klasszikus zenébe, vagy a nagy bőgőre. Szóval nem tudtam tőle szabadulni, végül is csak bőgős lettem, mindenféleképpen. Hát nálunk a zongora az egy nagyon gyakori tárgy volt a lakásban, mert volt belőle hát minimum 2, szüleim mind a ketten zongoristák, úgyhogy teljesen természetes módon kapcsolatba kerültem ezzel a hangszerrel, senki nem mondta, hogy most oda kell ülni, hanem magamtól elkezdtem rajta játszani, és tulajdonképpen így alakult. Orbán György partnerei fiatalkoruk ellenére ismert és elismert zenészek. Szaxofonokon Molnár Sándor, Lakatos Sándor és ifjú Olá Kálmán, zongorán Olá Krisztián, dobon pedig Lakatos Pecek András játszik. A Metronom Jazz Club legutóbbi koncertjén a várható sikert aratta a Coltrane Legacy. Képzőművész, filmes, iskola alapító. Röviden így lehetne jellemezni Kismányoki Károlyt. Munkásságáról, tevékenységéről szól a Kismányoki Univerzum nevű előadássorozat, amely a 6. részéhez ért.
A Pécsi Műhely alapító tagja volt, majd animációs filmrendező. 1969 és 1975 között a Messzesi Művelődési Házban. 1979-ig az Ifjúsági Házban képzőművészeti referensként, ezt követően a Pannonia Filmstúdióban animációs filmesként dolgozott. A 80-as években a Pécsi Városi Televízió igazgató főszerkesztője, az 1996-ban létrejövő Pécsi Művészeti Karon pedig alapítója volt a Mediális Művészeti Informatikai Tanszéknek. Már ebből a rövid ismertetésből is kitűnik, micsoda életművet hagyott ránk Kismányoki Károly. Az ő munkásságáról egy egész előadássorozatot szerveztek Pécsen a Művészetek Házában. Amikor felkérést kaptam erre az esemény sorozatnak a szervezésére, vagy a tematikájára, azt beszéltük, vagy az volt az íve ennek, vagy azt a keretet találtuk ki hozzá, hogy hát mindig legyen benne valami mozgókép. Tehát amit itt megnézünk, és annak alapján elkezdünk mindig az aktuális meghívott beszélgetővel, hát valami fajta fogalmat alkotni arról a hallatlan kincsről, ami hát a Kismányoki Károlynak a tevékenységéhez köthető. Hát így került sor először nyilván a képzőművészeti tevékenységére, a landart munkákra, akkor az ifjabb Ficek Ferenccel beszélgettünk, majd a Pincehi Sándor következett, ahol a Pécsi Műhely film kapcsán a képzőművészeti dokumentumokról, a Pécsi Műhelyről volt szó, majd hát a következő alkalommal az animációs filmek kerültek terítékre, úgymond akkor a Csizi László, illetve a Szijjártó Kálmán, mint alkotótársak jöttek el beszélgetni. Majd az őszi időszakban a Pécs kép projektjéről beszélgettünk, tehát a képek a városról, ő folyamatosan dokumentálta a városnak a változásait. Azután pedig, hát a legutóbbi alkalommal pedig, hát ez az archivátori tevékenysége került reflektorfénybe, amikor is hát megpróbáltuk ugye a város széteső média intézményeinek hát azt a hallatlan nagy, több évtizedes, tehát ilyen 30-40 évre visszamenő hát mediális múltját, leképezését, reprezentációját összeszedni. Ugye ő 2001-től a művészeti karon, a mediális művészeti informatikai tanszék vezetője volt, és 2001 és 2008 között, hát az RTV néven, hát gyakorlatilag egy ilyen művészeti hát, műsort készített, közel 100 adás az, ami megmaradt ebből. Ez egy nagyon izgalmas lenyomat egy korszaknak gyakorlatilag. Ugye nagy tervek, az aktuális helyzetnek a képe jelenik meg. Ugye akkor volt 5 éves a művészeti kar, amikor ez az adássorozat elindult, és hogy hát a megszólalók közül is, hát jó néhányan már sajnos nem is élnek, de hogy mégis az a fajta intézmény, ami ugye ma művészeti karként a Zsolnai negyedben működött, hát akkor bontakozott ki, akkor kapott ugye lendületet, akkor kapott szányra ez az egész, és hát ott már nagyon határozott ilyen irányok jelennek meg, főleg hát az iskola alapítók részéről. Ezeket hallva nem túlzás, hogy az előadás sorozata a Kismányoki Univerzum címet viseli. Azonban kérdés, hogy van-e elég kapacitás feldolgozni az egész életművet úgy, hogy ez alapján kijelöljék Kismányoki valódi helyét a hazai művészettörténetben. Csak amiket itt elmondtam, hogy milyen területeket érintettünk itt a beszélgetés során, ezek mind-mind önállóan egy-egy hatalmas életművet alkotnának, de így egybe pedig hát nagyon szerteágazó és nagyon burjánzó az, amivel ő foglalkozott. Abba az irányba kellene szerintem inkább gondolkodni, hogy most nagyon, tehát ezek a nagyon izgalmas területeket sikerült azért itt felvillantani, és hát ez a hagyaték azért valljuk be, hát nem a helyén van. Tehát, hogy jó, most a mozgóképes anyagok egy nagy része bekerült a múzeumba, de hát ott is a képzőművészeti gyűjteménybe, de hát ezeket fel kellene dolgozni, ezeket a helyére kellene tenni, ugye, és itt most csak erről van szó, és nem a további és további ugye ilyen típusú ügyekről. Ugye ez a képzőművészeti oldala, ez volt az, amikor hát ugye a Pécsi Műhely azért egy elég szép történetet futott be itt a hazai és a külföldi ilyen intézményrendszernél, hogy
Hát oda kerül előbb-utóbb a dolog, de a kérdésedre a válasz, hogy van ember, van kapacitás, csak az a fajta ilyen intézményi közeg egy kicsit bicegős, ahol ezt a tevékenységet így lehetne művelni. Ugye Karcsival mi nagyon sokat beszéltünk és dolgoztunk is azért, hogy hát legyen egy ilyen adattár jellegű hely, ahol ezeket a projekteket meg lehet valósítani. A Tudásközpont helytörténeti gyűjteményében egy ideig ebbe az irányba mentek a dolgok, tehát rengeteg ilyen digitalizációs munka ott azért zajlott eredményekkel is, de hogy ezek ilyen nagyon nehezen mennek, és ilyen szakaszról szakaszra, időszakról időszakra bukdácsolva, ez azért egy kicsit ilyen sérülékeny ebben a formában. Az RTV-ről, a művészeti kor születéséről és mindezekben Kismányoki szerepéről szóló beszélgetésben a Művészetek Házában vehetnek részt az érdeklődők. Az eredetileg meghirdetett időpont megváltozott. A részletekről a Zsök honlapján találnak további információkat. Ennyi volt már a Pécsi Kör kulturális magazin műsorunk. Friss adással legközelebb egy hét múlva várom Önöket. Addig is viszontlátásra!